Sziasztok! MVM szép magyaros a Rottenburg pályán. Ugye, mint látható, hogy te is kezdődött a vév, úgyhogy gyorsan beugrottam, de azt hiszem itt egy kis beköszönés, szóval sziasztok! Tehát ugye, mint most látható, Engineer-rel fogok játszani, mivel ugye mondtátok is, meg én is úgy gondoltam volna, hogy ne, leszették. Ugye én is úgy gondoltam, hogy szeretnék minél többféle kaszttal jönni, tehát tényleg azért változatos legyen. Ugye ezért is jövök most én Engineer-rel. Remélem jók leszünk és lehozzuk majd a vévet, de megint leszedik, nézve. Na szóval, ugye Rottenburg lesz, igen, ezt elmondtam, és igazából kezdjünk is bele. Egy picikét talán így most csúszik, úgymond a történés, mivel ugye nem tudtam beköszönni, mivel amint ugye nyomtam a tanultat, rögtön láttam, hogy kezdődik a körszal, ami a elnézés, de mindjárt repótoljuk. Szóval igazából tudnivaló nagyon nincsen, összvissza annyi, hogy csapat nélkül jöttem, most ugye egyedül én vagyok itt, aki tud játszani. Egyébként biztosan mindenki profi, legalábbis remélem, hogy igen, és hát remélhetőleg jók is leszünk. Szóval ezt a sentryt én ki is fejlesztettem, és be is vinném akkor előre. Mondjuk a vévnek lassan a felét lehozták nélkülem, de én nem baj, kitartom, azért idejöttem, és én is besegítek nekik, bár el fog fogyni a vasam. Ez nem túl előnyös. Hát, hopp, ott egy pajzs, akkor addig szerintem hozok vasat, hogy tudok. Jól van, itt van, akkor innen is megviszek. És ez szerintem jó is lesz igazából. Ugye ott a medik a pajzsával azért eléggé sokat segített nekünk, és ez most pont jól is jött. Szóval, hát akkor ugye mint kértétek is, mivel én is szerettem volna, ezért most lesz egy ilyen MVM-es videó még. De ezen kívül még egy darab várható, ami még nem tudom milyen karakterrel lesz, de már van róla elképzelésem, mivel több is mondtátok le majd Heavy-vel gameplay, valamint azért nekem is, hát nekem is van hozzá kedvem, mert végül is az a nagy gépágyus az egy jó kis cucc, ugye, végiglövi az egész pályát. Szóval azt jelenti, hogy egy jó kis dolog, lehet majd azzal is jövök, az úgymond videóban is idik azért egy jó kis akció feelinges dolgokkal. Szóval igazából jövök majd akkor azzal is, valamit ezt ugye kicseleztük így. Úgyhogy szerintem akkor még várható lesz egy Heavy Rottenburgös pálya. Persze belopja előttem. És hát egyelőre szerintem ennyi. Azt úgy hogyan lehet idehozni? Nem így. Na mindegy, majd rájövök remélem. De nem, ami nem dobja ide, viszont ki fog nekem fogyni a lőszerem Sentryből, úgy értem. Úgyhogy hogy is volt, ott van, igen. És ki is fogyott. Ahogy csattog, vagy nem tudom, mit csinál. Ki akad, mivel nincs lőszer. Szóval tényleg Sentry Buster valahol azt, hogy le kellene cselezni, ott jön, megint. És én ezeket lehozzuk, és ugye amikor idejön, akkor hogy fel kell emelni a Sentryt, hogy nagy felrobbantsa itt nekünk a dolgokat. De mi? A Dispersermet hogy szedte le? Mondjuk ez várható volt igazából, egyszerűen bírok megmenteni mindent, de azért ez csúnya volt. Aztán talán elbírtam onnan hozni. Na de azért a wave-nek a nagy része már megvan. És ugye most jön még úgymond a neheze, az a Giant Soldier medik páros, ami picikét nagyon szívás igazából, de főleg a mediket kell még össze lelőni, ami hát nagyjából sikerül, de nem ő sebzi most már. Légy színe lőhádba? Ne? Ez az. Ugye itt szeretném most bevárni valahol, mivel idejönnek akkor, hogy le lesznek hirtelen jól sebezve. Ami felrobbant. Ha meddig, hát akkor tessék, lehozzuk. Igen, ez megvan. És pont mi lőttük rá a kritát, és úgy halt meg. Jaj, de jó nekünk. Igen, ezeket lehozzuk szépen. És úgy láttam, hogy a Sentry Buster... Ez mi? A krites rakétával, ugye, az jó van. Szóval nézzük csak, hogyan lehet ezt idehozni? Hát elvileg ez csak gyógyítja őket, nem? Nem. Ebben fel is lehet levenni a cuccokat. Valahogyan. Na mindegy, erre majd nekünk visszatérünk később is, de mindegy. Viszont már csak alig van pár robot, és le is hoztuk a lényet még hozzá, alig hagytunk. LOL! A+-os! A+-os teljesen, ez már mennyire király? Mindenféle kihagyás nélkül felszedtük az összes kreditet. Eléggé profik vagyunk azért, gyorsan hoztuk ezt a lényet. Jó, azért elég ügyesek voltunk, remélhetőleg így fogunk haladni szépen végig majd. Na és akkor ki is vágtam itt a felkészülést, azt hiszem, így nagyjából most jó is lesz, még egy perc van hátra. Addig pedig akkor ugye fejlesztjük a Sentrinket, amit egyébként úgy kellene, hogy nem csak is a Sentrit kellene, hanem hát azért HP-t azt még veszünk neki, az jó, hogyha van, tűzgyorsaságot azt maxoljuk, és igazából kell még ugye vagy fémkapacitás, vagy a dispenser hatósugár, ezt nem tudom, hogy melyiket. Esetleg mindkettőt, vagy inkább egy ilyet, és akkor egy hatósugárat, és akkor az úgy jó. Szerintem akkor ez így lesz, hogy összességem így még jó is. Akire le is dobunk egy adagolót, megnézzük ezen majd elérre eddig. Na, légy színe, ne, álljatok ide, így. Hát igen, ez igazából eddig így már eljön, úgyhogy ez így szerintem jó is lesz. Látszik ez a kis sugár itt, hogyha esetleg látszik, de itt még nem látszik annyira.
most közelebb jövünk. Itt viszont már igen, ideig ugye már biztos, hogy eljön ezt, akkor eddig így tudjuk. De ez még lehet, hogy kevés lesz, úgyhogy majd még lehet átrakjuk egy picit. Na mindegy, igazából ez nekünk is szerintem jó lesz. 10 másodperc még a kezdés, ugye pont jókor is indítottam egy a videót. Szóval akkor készen is állunk, azt hiszem, és igazából mehet is. Ugye eléggé sokat damage-eltünk azért ahhoz képest, hogy mi mégis csak is az engineer-ök vagyunk. Ami mondjuk persze azért kerülőjön, de ugye főleg a heavy szokott, de mindig igazából ez ahhoz képest egész jó. De pedig nekünk kell egy energiapajas, hogy esetleg be tudnál nyomni ezt a medic, akkor éjjj, köszönjük. Ő ügyes fiú. A medic az amúgy... Ah, oké. Viszont ide akkor ugye most, hát pakolgatjuk ugye a sorba. Úgyhogy egyszerűen hihetetlenül gyorsan leszedjük azt a kis medic, vagy pyro-t. Hihetetlen, nagyon-nagyon szép ez a hullám. Hozzuk eléggé rendesen. Igazából ugye... Ezt... Jaj, ezt le fogják szedni? Áh, megégek. Na ezt ugye felhilláljuk, vissza is jövünk. Szóval ugye... Mint említettem is már, most egy random csapattal jöttem, tehát gyakorlatilag senki csapattársam nincsen. Simán csak feljoinoltam egy random játékba, és majd most meglátjuk, mi lesz ennek a vége. Ugye minden esetre Rottenburg, tehát ugye már ez nem a Manhattan. Direkt egy másik karakter, ez lett most éppen az Engine, ami egyébként szerintem jó kis karakter, úgyhogy ennek örülök, hogy is ezt hoztam. De picit nem áll a Sentrimnek, vagyis hát a Sentrim azt, hogy leszett a diszpenzeremet. Igazából ugye alap is arrébb akartam hozni, most már főleg, mondjuk így ide. Pyro szépen végig szórjuk, még egyet. Így, ez megvan. És most még ugye ott a pyrók, vagy azokat kellett leszedni, szépen. De... Ah, és megvan. Csak én nem nagyon akarod odáig eldőni a Sentrim, mondjuk ez nyilván. Azért nem lát kilométereket. És én most még ide a tankot kellene akkor ugyanúgy damage-elgetni, úgyhogy ezt át is hozzuk így. Ez itt átbírja ezt lőni? Átlövi, ez nagyon jó, hát ezt szeretjük ezt a fegyvert. Ez meg alapban is áttörte, mennyire epikus már, ez tetszik. És ott egy Sentrim, azt ugye arra kellene vigyázni, hogy most mindjárt majd legúval, és ezt igen el kell ugye majd vinni. Így, és akkor ezt majd visszük is. Ugye mi lesz itt a Sentry le akarja törni, ez nyilván. És itt egy kicsikét kellene trükközni vele. Mondjuk ugye ezt itt még majd le kellene megszedni. Viszont elfogyott ez a vas, úgyhogy ezt majd utána kell még nézni, hogy hol vannak. A dispenser sajnos az ugye már nincsen, azt egyszer már széttörték sajnos, de minden esetre a tankot itt már lehozzuk, akkor az már rengeteg pénz, és akkor már nagyon-nagyon örülök is ugye vele ki. Úgyhogy ezt igazából így nagyjából után is építkezek. Hát így ugye tipikus, visszük a Sentry-t és közé építünk. Ugye szerencsére azt nem kell megvennem, eddig kiépült, tehát nem kell úgy rendsúlyítjogatni. Szóval ez is nagyon-nagyon fontos, hogyha rámegy a tank, akkor igazából szét fog törni kapásból. Ezt szerintem most beáldozok, ugye már kifogyott belőle a lőszer, úgyhogy nem egy nagy probléma. De nem megy rá, viszont után töltjük, jól van. Ez most még jobb. Szerintem ezt a tankot leszedjük, és ezzel lesz vége ennek a vévnek, ami egyszerűen gyönyörű lenne, hogy tényleg ennyi lett volna. Igen, hát ez le is jött, és igazából már csak is azok jönnek ott. Ezzel pedig nem bírom hílani csak lőszerért. Nézzük, új jele. Édi. Ő feljövök ide addig, ne szedd el a lőszerem, légy szíves. Aha. Ó, is még van egy kis lőszer, ezt ledobjuk. Felkapjuk és így teszünk bele elvileg lőszert. Nem, ez csak HP-t adna neki, de az ugye meg már fullan van. Na mindegy. Már is van lőszeres és ezt a VB-t is szintem lehozzuk. Szóval ugye, mint említettem, ez egy random csapat, tehát senki csapattársa nincs, mert senkit nem is ismerek. Mindenféle külföldi csávok, viszont ugye nagyon-nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ugye sokszor próbált már ilyen videót felvenni erről a Rottenburgos pályáról. Csapattal, tehát igazából össze volt szervezve, hogy volt, amikor csak négyen ismertük egymást, volt, amikor ötten, volt, amikor igazából hatan akartunk elindulni. De ezáltal mindig úgy kezdődött, hogy volt egy 20 percnyi készülődés. Ez a legkevesebb, 20 perc ez mindig volt, de volt, amikor igazából majd, hogy nem egy órát kellett arra várni, hogy konkrétan mindenki visszajön, és igazából kezdhetjük a játékot. Ami persze nem ennyire egyszerű, tehát az, hogy visszajönnek, mert minden az egy dolog. Ugye utána kell még keresni is egy szervet, még bedob, meg minden. Most egy kicsit arra gondoltam, hogy erre nekem nagyon nincsen igazából türelmem, hogy itt várjak egy órát arra, hogy mindenki meglegyen egy játék és minden meglegyen. Nem konkrétan bedobtam magamat a mélyvízbe, tehát gyakorlatilag feljöttem erre a szerverre, és igazából itt ugye már el is volt kezdve, és nem volt elkezdve a játék, pont ez az, tehát elérően indultunk, és eléggé szépen hozzuk itt a dolgokat. Tehát szerintem ez egy sokkal-sokkal jobb döntés, hogy te feljöttem inkább egy random szerverre, mint hogy így készülni fél órákat. Ugye már csak ezeket kint lehozni, hogy persze nem egy túl egyszerű dolog, de azon gondolkozok ezt, hogy most lekenni szerintem bont. Nem, ütni még őket, akkor azt nem bontjuk még le. Desebzi ugye? Így. És ugye már csak nagyon-nagyon kevés HP-juk lesz, jobb esetben pedig, amit a Heavy már le is fog róluk ülni. De ez mégiscsak 3, tehát ez nem annyira nagyon egyszerű. Hogyha ezt itt most elrontjuk, akkor igazából feladom és én le is töröm a TF-et. Ez az, nyertünk! Jól van, nyertünk! És megint A pluszos, ez durva! Mondom, egy órákat készülünk egy játékra, ehhez én egy perc alatt bejöttem, joinoltam a játékba, és meg is van, ez nagyon-nagyon jó. Ugye most még hozunk egy kis fémkapacitást, de most szerintem mindig szerintem nem nagyon kell. És igazából nekem rengeteg fém kell, ez eddig mennyi? 400? Hát azért még jöhet még egy 600. 600 azt hiszem a maximum, ugye? Így van, 600 az jó.
és nem tudom, igazából kell még szerintem valami, hát egy kis hatósugár az jött, és azt hiszem, hogy ennyi ezt, hogy ki is maxoltuk. És ilyenkor csak ugye az építmény fejlesztést kell kihúzni, és azt hiszem ennyi. Hoztunk aki ugye két kis erősítést is, és ezt még le is hozzuk, hiszen le is romboljuk, ugye mivel annak ott már nincsen helye. Bár most eltűnő az összes kill, de nem baj, nem a kire megyünk, hanem a vévekre. Méghozzá gyönyörűen. De ugye most már nagyon-nagyon hatósugara van, így ugye már ideig is el fog érni. Viszont én akkor egy kicsikét itt trükközök. Ne trükköz ki engem. Menj arrébb, léci. Ember, útba vagy. Ez az. Nem már. Na, így. Szóval ugye ez így most elvileg ideig is el fog érni. Gyakorlatilag feljön még itt a lépcsőn is. Na, ideig már nem minden, ugye? Ez, jó, ez már csak a medik volt. Ez nagyon-nagyon durva. Oké, akkor mehet igazából. Szóval igen, ezek szerint nem kell készülni, rögtön beugrani a játékba, és már hozzuk is az egészet. Amit azért, hogy elnézem, ők sem annyira nagyon profik még. Még mindenki csak egyet ment, az alsó kettő az már hármat, de nem tudom, hogy elvég nem játszanak össze, ezt már kérdeztem tőlük. Nagyon igazából készülnek, viszont arra vagyok még kíváncsi. De még ugye még van ez az item. A mentőlövész. Ami elvég vasból megy, nem? Ez nem tudom, hogy mi a fenét csinál. Lövésenként mínusz 5 lőszer, akkor ez itt a lőszer? Nem. És ez mi? És felrobbant van az egész centring. Ez nem tudom, mit csinál, de komolyan. Elvileg ugye régen ezt el... Tehát lerombolt régen a lövedékeket. Neked lőttek az elfek, de most már nem tudom, mivel... Mert tényleg most nem tudom igazából.